Az apszis főként keresztény templomok legfontosabb épületrésze, melynek ívei a szentélyt fogják közre. Itt lakik az a spirituális erő, az a teremtő titok, melynek erőterébe kerülve úgymond feltöltődhet az ide belépő. Úgy hiszem, nem csak az épületeknek, de magának az építészetnek is vannak szentélyei, személyes, megszentelt szellemi zugai. Itt lakik egy-egy gondolkodó, kételkedő, teremteni vágyó építész szellemi ereje, alkotó fantáziája. De itt lakik hite, arszpoétikája is, és az építés felelősségéhez, a szakmai tisztességhez kapcsolódó világlátása is. Beszélgetés sorozatunkkal néhány ilyen szellemi magánszentélybe szeretnénk belépni. Persze virtuális formában, és bízva a szavak a párbeszéd láttató erejében. E műsorban építészekkel beszélgetek, főként építészetről. Talmácsi István a dinamikusan változó homokháti kistérség központjának Mórahalomnak főépítésze közel 10 éve. Munkálkodása során lett a nagyközség várossá, és ez a megújuló település építészeti arculatáért nemrég Hild díjat kapott. Talmácsit fővárosi állásából nem csak a főépítészi teendők ellátásáért hívták meg Mórahalomra, de fontos középületek felújításával, tervezésével is megbízták. Így nevéhez köthető többek között 2 különböző korszakban épült iskola közös arcának kialakítása, a mára a város fő vonzó erejét jelentő gyógyfürdő és a hozzátartozó panzió megtervezése, készültek a fiatal építész tervei alapján a városközpontban lakóépületek, a város szélen logisztikai funkciót ellátó épületkonstrukciók és inkubátorházak, és Mórahalom határában pedig éppen napjainkban épül egy általa tervezett mintatanya passzív házakból álló együttese. Talmácsit főépítészi tevékenységében és tervezői munkálkodásában egyaránt a pozitív szemlélet és az aktív teremtő létforma jellemzi. Azt vallja, akinek 3 csodálatos gyermeke van, az nem is gondolkodhat jövőről és munkáról másképpen. Mikor ezt a sorozatot elindítottuk, akkor én megfogadtam, hogy minden építészt csak a saját munkásságáról, az alanyi munkásságáról kérdezem, és sem társadalmi rangját, sem hivatalát nem firtatom. De nálad most kivételt szeretnék tenni, ugyanis főépítészként szeretnélek először megszólítani. Azt is megmondom miért, mert szerintem speciális helyzetben vagy, mint főépítész, a többi megyei főépítészhez, vagy a megyében működő főépítészekhez képest, mert Mórahalom az egy nagyon érdekes kis régióközpont, és hát az utóbbi 10 évben hatalmasat ugrott, és nekem az a gyanúm, hogy neked ehhez van közöd rendesen. Ha tévedtem, akkor vétózd meg. Mennyiben tehetsz te arról, hogy most Mórahalom így néz ki, ahogy? Hát köszönöm a felvetést. Én remélem, hogy elég sokban tehetek róla. És valóban különleges helyzetem. Én igazándiból úgy fogalmaznám meg, hogy miben különleges az én helyzetem. A megyében dolgozó kollégákhoz, főépítész kollégákhoz képest. Alapvetően igazándiból az, hogy Mórahalmon nekem kellett, vagy nekem feladatom az, hogy megteremtsem magát a főépítészi pozíciót. A többi főépítész kollégáknak ilyen szempontból egyszerűbb helyzete van, mert olyan helyeken főépítészek, ahol mindig is volt főépítész, és ahol ez a dolgok természetes rendjébe tartozik, hogy van egy főépítész, akinek vannak ilyen-olyan feladatai, és ilyen-olyan dolgokba beleszólása, vagy az ügyek menetében ők természetesen részt vesznek. Mórahalom egy elképesztő dinamizmussal rendelkező település, tehát én 10 éve kerültem oda, és
egyszerűen magával ragadott az a dolog, hogy az 50-es években lett település effektíve, tehát addig még csak egy tanyaközpont volt, és az a település, amelyik a községi rangot is azt hiszem 53-ba kapta meg, az 89-ben már városi rangot szerez, és nem állt meg ez a dinamizmus ott, hogy megkapta a városi rangot, és most már oda lehet írni, hogy Morhalom város önkormányzata, hanem folyamatosan elkezd úgy működni, úgy cselekedni, már amennyire egy önkormányzat vagy egy város személyként cselekedni tud, de egyébként szerintem tud sok szempontból. De a város is, illetve a vezetés is kezdi ezt komolyan venni, és kezd úgy csinálni, mintha tényleg város volna, illetve a fejlesztéseket, az elképzeléseket, a koncepciókat ennek fényében határozza meg. Tehát effektíve tesz is azért, hogy ne csak a neve legyen város, hanem tényleg városként tudjon működni. Nyilvánvalóan soha nem lesz belőle Szeged szintű nagyváros. Morhalom mindig is egy kis város marad, de apróbb nagyobb léptekkel, vagy apróbb nagyobb fejlesztésekkel ebbe az irányba próbálunk. És mit tudsz lépni. Te hozzátenni ehhez a dinamizmushoz? Konkrétan tudni kell, hogy én ott nem csak mint hivatalnok főépítész üzemelek, hanem tervezőként, műszakellenőrként is, a koncepciók megalkotásában is. Bár sok esetben nem annyira, mint amennyire kellene, de a koncepciók szakmai megalapozásában, vagy szakmai apró pénzre váltásában tudtam tevékenykedni. Konkrétan egy-két meghatározó, vagy fontosabbnak nevezhető épületet konkrétan én terveztem, illetve a terveztetésében részt vettem, a tervezővel való kommunikációban, a tervezővel való együtt dolgozásban. Persze szeretném, hogyha ha még több íz, még több kollégát lehetne, még, hát hogy is fogalmazzak, munkával le, vagy behozni ebbe a csapatba, ebben egyébként én rettenetesen hinnék. A szituációk sok esetben, a határidők szűkössége, a ilyen-olyan feltételek miatt erre nem mindig volt lehetőség, vagy voltak olyan szituációk, ahol jobb lett volna, hogyha lett volna rá lehetőség. De alapvetően is úgy gondolom, hogy az egész főépítéssel kapcsolatban is van egyfajta nem szokásos elképzelésem. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan más a helyzete egy Szeged típusú, mindenféle szempontból nagyvárosnak nevezhető város, vagy egy Morhalom típusú, mindenféle szempontból kisvárosnak nevezhető kisváros között. Nyilvánvaló, hogy egy Szeged típusú nagyvárosban, vagy egy nagyobb városban, ott azért sokkal több hivatalnoki, sokkal több szervező típusú feladat van. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen kisvárosban nem véletlen, hogy a főépítészek jogállásáról szóló jogszabályokban is az szerepel, hogy nem tiltja a főépítésznek azt, hogy tervezzen a saját településén. Én úgy gondolom, hogy megfelelő tisztességgel, megfelelő szakmai kontrollal, meg talán szerintelenség nélkül mondva megfelelő színvonallal igenis hatékony lehet egy ilyen úgymond proaktívabb, vagy egy tevékenyebb, vagy egy hétköznapi értelembe vett tevékenyebb főépítész, ahol a főépítész effektíve tervezéssel is meghatározza
ezt az arculatot. Én nem hiszem, hogy ez összeférhetetlenség, mert van, úgy tudom, helyi rendelet, ami ezt szabályozza. Igen. Mire kérik fel? Nem, arra utaltam, igen, hogy ez... Igen, kértek föl. Igen, arra utaltam, hogy ez jó, hogy így van. Tehát benne a... szabadkozni, gondolom, ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ennek a munkálkodásnak végül is a kezdete ott volt, hogy te egyáltalán eldöntötted, hogy Budapestről lejössz, már látod, így fogalmazok én is, pedig hát nem szeretem hát, ezt. Ha így mondjuk, akkor igen. Eljössz, úgymond, igen, vissza igen. A szülő földedre, mert hát szegedi fiú vagy egyébként, és egy ilyen kisvárosban leszel főépítész. Na most én azt gondolom, hogy itt már valami fontos döntés, egy lépés született részedről. Pesten dolgoztam akkor már egy jó 3-4 éve, nagyon jól éreztem magam, jól fizettek, nem kellett szaladgálnom a munkáért, bementem munkahelyemre, elém tették, megcsináltam, kiállítottam a számlát, kifizették. Amikor jött egy telefon, hogy akarok-e Mórahalmon főépítész lenni. Hát természetesen tudtam, hogy hol van Mórahalom, meg azért volt valami képen Mórahalomról, de hát mondtam, hogy nem akarok én főépítész lenni. Nem. Mert hogy én úgy gondoltam, hogy hát tehát én hivatalnok főépítész nem akarok lenni. És hát kiderült, hogy Mórahalom város polgármestere nem is igazándiból főépítészt kereső. Mm. Csak ő ezt így mondta, meg ez így jól hangzik. Mit keresett a polgármester? Igazándiból egy építészt, egy olyan építészt, aki már hogy úgy értve nem, hogy tehát nem a jogszabály által körülírt hivatalnokot kereste, hanem egy olyan főépítészt, aki... kreatív embert, aki... Igen, rendben rakja a város. Igen. Tehát aki tervezés, aki műszak ellenőrzés, aki... Mit kellett ott rendben rakni? Milyen volt Mórahalom, mikor te oda kerültél? Hát akkor indultak ezek hogy a komolyabb beruházások. Hát igazándiból rendezett volt, tehát azért szó se róla, ami talán még máig is azért egy fontos jellemzője, nagyon-nagyon fontos nem építészeti kérdés, de például a zöld felületei láthatóan egy koncepció mentén, láthatóan normálisan, rendesen karban tartva nagyon-nagyon szép képet mutattak, egy rendezett falu. Nagy falu. Alföldi nagy falu, viszonylag jó egyszerű. Jó módú falu ez, én úgy tudom. Hát a környékhez viszonyítva, igen, tehát egy rendezett, tisztességes, tiszta, viszonylag egyszerű, urbanisztikai rendszerű falu. És mit mondott a polgármester úr, hogy akkor most mit kell itt csinálni? Mit vár tőled? Hát az első feladatom az iskolának, úgymond egy ilyen arculati, az iskola tervének egy ilyen arculati napra készebbé tétele. Mert hogy akkor már éppen kivitelezés előtt állt ez az iskola bővítésnek az első üteme, és hát azok a tervek egy viszonylag visszafogottabb építészeti kelléktárral működtek. Tehát volt ott egy ilyen Klebersberg iskola, és mellette egy 60 éves, 60-as években épült épület, és akkor te fogtad magad, és elé húztál egy kulisszát, ami a maga módján egy játék, ha jól értelmezem. Ezt teljesen jól értelmezed. Igen, az egy játék volt, mert egy iskola az a játékról szól, tehát az arról szól, hogy óvodás gyerekek jönnek, és aztán utána majdnem fölnőttként távoznak, de közben azért nyilvánvalóan a játék és a szabályaival jó, tehát ez a kulissza is egyszerre volt, ez egy ilyen hullámzó fal. Összefogja a két épületet, ami egyébként is különböző, illetve nem csak összefogja, illetve játékosságot. Illetve konkrétan egyébként az ötletnek a megszületése, és ez azt kell tudni, hogy nem csak összefogja, hanem el is maszatolja egy kicsikét azt a pontot, mert hogy rettentő nehezen sikerült, vagy nehéz volt összehozni azt, amikor egy ilyen
20-as években épült épület, igen, és egy 60-as években. De még a 20-as években épült el még lehetett, vagy az, amíg éreztem valamiféle arcot, vagy valamiféle kapcsolatot, de a másikkal valahogy nagyon nem akart összejönni. És akkor jött ez, mert hogy nagyjából ugyanakkor a méret, de az új épület sokkal kisebb, a másik egy hatalmasabb, az arányokban, tehát az nagyon meghatározó arányú volt az épület, és akkor jött az ötlet, hogy hopp, és mi van, hogyha teszek oda valamit, ami elvonja a figyelmet erről az ellentmondásról, és nem próbálom megfeloldani ezt a nagyon nehezen feloldható, nagyon... És nem azért volt nehéz feloldani azt az ellentmondást, ami a 60-as években épület és az új között állt, mert olyan nagy lett volna a kontraszt. Pont azért volt nehéz, mert nem volt erős kontraszt. Mert olyan semmilyen se volt. Na és akkor ezért kerül. Lett, ugye, mit szóltak a Móraharmiak, mikor meglátták ezt a, hát hogy is mondjam, a kicsit az építőkockához, kicsit a színházi portálhoz hasonlító. Ó, de jó, hogy ezeket mondod. De sárga és ezek, egyéb háromszögeket és kis... Ezek teljesen szándékosak voltak egyébként. Meghökkentek? Persze, volt meghökkenés. Hát eleve már a polgármester is, amikor először meglátta, nem tudta eldönteni, hogy mit évő legyen, mert tetszett is neki, de hát azért eléggé meghökkentő. Jó, hát nyilvánvaló, hogyha az ember lapozgatja a nemzetközi építészeti szaksajtot, akkor azért nem annyira meglepő, azért a nemzetközileg azért ennél hanyatlöpőbb dolgokat is lehet látni, de hogy ebbe a közegbe ezt fel lehet vállalni. Gyorsan úgy döntött, hogy hát ez beviszi a testület elé. Tehát, mert hát végül is a testületet egyébként is be kell, de mondjuk, tehát... Hát azzal a véleménnyel, hogy ő egy kicsit tett. Úgy gondolta, hogy ezt nem csak a kötelesség miatt, hanem egyszerűen amiatt, hogy hát a képviselőtestület azért mégiscsak valamiféle kollektív bölcsességet kellene, hogy megtestesítsen. Na és? És nagyon meglepő volt a dolog, hogy nem volt negatív vélemény. Én ugyan nem hiszek a narratív építészetben, tehát egy épület az nem vers, az nem próza, de azért ettől függetlenül azért bizonyos narrációi vannak, bizonyos jelei vannak, bizonyos jeleket lehet értelmezni benne. És hogy azt a fajta szándékolt játékosságot, azt a fajta szándékolt építőkockaszerűséget, geometrikusságot, de közben rendezettséget, ez azért többé-kevésbé a laikusok nyelvén azért ez úgy tűnt, hogy átjött. Érthető, hogyne. Fölbátorodtál, és a fürdőnek a penzióját, jól tudom, vagy ilyen kis hotelféliét, már a panzióját úgy tervezted meg, hogy háromféle háznak látszik. Tehát úgy néz ki, mintha három ház lenne összeragasztva, miközben az egy épület. És látszik rajta ismét a gyermeked játékos kedv, amit remélem, hogy nem tartasz nem, sértőnek, nem. Hogy ezt mondom. Nem, nyilvánvaló vannak olyan építészeti szituációk, ahol komolynak kell tehát lenni. Megengedték tehát azt neked itt, hogy játsszál ezek szerint. Ad abszurdum, egy holokauszt múzeumnál az ember nem játszik. Jaja. De egy iskolánál, egy panziónál, ott azért szerintem ez megengedhető eszköz. A helyszín adta azt, hogy egy ilyen meglehetősen furcsa helyszín volt, hogy ott van az első gyógyvízkútja a fürdőnek, és hogy a köré kellett ezt valahogy oda kanyarintani, ezt az épületet, aminek azért voltak bizonyos nagyon szigorú kötöttségei. És hát ez keveredett ki belőle. Meg hát előzményei is, mert hát a fürdő korában épült, és azért ahhoz is van között. Emlékszem rá, hogy egy olyan telekkel volt határos, ahol dinnyét termeltek, és egy másik telekkel, ami egy szociális otthon volt. Na most hát ehhez képest, ha most valaki kimegy Móraharmadra, akkor ott lát egy ilyen fantasztikus épület együttest, és egy lehetőséget arra, hogy ott társadalmi élet zajlódjon, és szórakozzanak, és jól érezzék magukat az emberek. Ezt a folyamatot hogyan élted meg, hogy gyakorlatilag azt az intézményt tervezted meg, amitől Móraharmad olyan emblematikus lett, mint amilyen?
Ezt még akkor, amikor elkezdődött a tervezés, akkor azért ebben a végkifejletben igazából inkább csak reménykedtünk. Uh-huh. Mert hogy a Murami fürdő nem egy megaprojektként került megálmodásra, hanem mindig lépésenként próbáltuk az adódó lehetőségekhez, illetve a menet közben nyilvánvalóvá váló és alakuló igényekhez alakítani a fürdő további fejlesztéseit. Voltak nagyobb fejlesztések, amikor már látszott hogy a dolog működik, de még nagyon-nagyon fontos. Tehát például a most átadott csúszdás, szaunás élményvilág, az például már egy olyan projekt volt, amikor látható volt, hogy a dolog kezdi kinőni magát, de még nagyon-nagyon fontos alapelem hiányzik a népszerűséghez. Igen, ahhoz, hogy hát effektíve ahogy a vendégek elkezdték használni, tehát elkezdték használni családi fürdőként, tehát jöttek konkrétan látható volt, főleg Vajdaságból, ahonnan kisbuszokkal, meg autókaravánokkal jönnek, tehát tényleg látható, hogy 3-4-5 autó, és ott tényleg az van, hogy unokától nagymamáig mindenki jön egyszerre, és hát a fürdő ezt még ezelőtt még nem tudta. Tehát nem, és hát ezért kell a panzió, ezért kell a szálloda, ezért kell sok minden más, gondolom. És mint főépítész, mennyiben tudsz odahatni, hogy az egész településkép valamilyen módon egységes legyen, vagy valamilyen irányt vegyen, mert úgy tűnik, hogy ez a városka szinte egy új arcot öltött az utóbbi 10 évben, és nem mindegy, hogy milyen arcot ölt. Igen, én úgy gondolom, hogy talán a megvalósult épületek igazolják azt, hogy azért mégiscsak az én meghatározó, már csak az építés ideje miatt meghatározó épületeim, tehát azok voltak az első ilyen komolyabb, meglátható beruházások. Talán egy jó irányt vettek, mert hogy nem kell tűzzel vassal hajtanom az építész kollégával, tehát amikor egy építész kollégával egyeztetek egy épületről, akkor nem arról van szó, hogy én nekem meg kell rajzolni, nem is szeretném, nem is gondolom, hát nem is hogy főépítésznek. Nem, nyilvánvaló, hogy nem teheti meg, de azért az is nyilvánvaló, hogy vannak olyanok, akik... Hát próbálják ráoktrojálni a saját ízlésüket. Igen, tehát akik mondjuk határozottabban határoznak meg ízléseket, vagy ízlésbeli kérdésekben határozottabban teszik le a voksot. Én úgy gondolom, hogy például a térésformával, amikor a rendelő intézetet, a Szent Margit Egészségközpontnak a terveit csinálták, ők például egy nagyon más építészetet produkáltak, mint amilyeneket én csináltam, de mégis sikerült az, hogy színvonalába, hogy jellegében, vagy karakterében, vagy a kontextushoz való viszonyában, még ha nem is abba az irányba mutatóan, de nem lógnak ki jobban, vagy hogy mondjam, tehát nem radikálisabb, de nem is kevés beolvadóbb. Hát én azt gondolom, hogy lenyugtatják a te játékosságodat és a te vehemenciádat. De azért úgy láttam, hogy tanulsz tőlük, mert van ott egy iskola, ami nagyon hasonlít, amit te terveztél, de nagyon hasonlít a Sipos Györgyféle klinkertéglás épületre. Az a tiszteletből, vagy a környezet miatt, vagy a szomszédság miatt, vagy egyáltalán tiszteled azért a nem játékos, nem annyira játékos kollégák stílusát is? Hogy van Természetesen. Ez? Az ember azért próbál az elődökre figyelni, a mesterekre figyelni, és igazándiból azért azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az nagyon közel áll az én építészeti világomhoz. Tehát én nekem igazándiból inkább ezek a játékos dolgok voltak
a kitérők vagy igen. Tehát én úgy gondolom, hogy én egy ilyen szertelenebb típusú ember vagyok, és építészetben pont ezért próbálok, vagy szeretnék valamiféle, még a játékosságban is valamiféle rendezettséget, valamiféle... Ezt tudatosan magadra akarod kicsit húzni ezt a rendességet? Nyilvánvaló, tehát az ember azért egy bizonyos életkor után már látja, hogy nem lesz belőle élére rendet rakó típusú ember, de tehát nem harcolok magammal, de tudom, hogy a rendezettség és az, hogy egy építészetnek, vagy egy építésznek ebben a szempontból rettentő nagy felelőssége van, hogy emberek életét befolyásolja, az, hogyha egy ilyen ebben az őrületesen szerte szét, szana szét világban, ahol annyi minden ér bennünket, hogyha ott még az építész is rátesz a rendezetlenségre, az szerintem nem szerencsés. Tehát szerencsés, hogyha valami egészséges harmóniákat, rendezettséget próbál. Keres, és hol keresi ezt a környezettel, az épített környezettel, vagy a természeti környezettel, vagy az előző munkáihoz képest próbálja ezeket az igazodási pontokat keresni az építész? Mert tudjuk, hogy vannak az építészeknek korszakaik, de azért igazából sokféle nem lehet egy építész. Tehát, hogy minden két évben más csinál, amit éppen látott, vagy valaki hatással volt rá. Tehát nem rád vonatkozik, csak kérdezem, hogy mik azok az igazodási pontok neked. Ezt azért is kérdezem, mert legutóbbi épületeidet látva, ami az ipari területen van ott kint, Mórahalmon, azok már tényleg a leegyszerűsített szép anyagból, szépen a természettel szépen harmonizáló, ám de nagyon-nagyon rendezett, hogy úgy mondjam, tehát nagyon leegyszerűsített formák ezek már, ahhoz képest, amit mondjuk az általános iskolánál látunk. Ezt hozta neked a bölcsesség, vagy az okosság, vagy a kor, vagy egyszerűen maga a kor hozta, az a kor, ami az ipari parkokat úgy tesz, fölemeli a szépítészet szintjére most már. Ezek talán mind együtt, de hogyha most így jobban belegondolok, még az egyetemen kaptam először Aldo Rossiról egy könyvet, a Bercsényi adta ki egyébként, tehát ott a kollégiumi kiadásban jelent meg egy könyv róla, és rettentő sokáig rágtam én ezt a kérdést, egyszerűen, tehát valahogy nem tudtam hova tenni az Aldo Rossinak a dolgait, nem tudom, hogy hát, ilyen egyszerre rettentő szigorú és rettentő puritán, de még a puritánnál is puritánabb, néha már ilyen elborzasztóan puritán, de közben ez a játékkockás, vagy ez egy építőkockás játékosság is benne van. Meg hát a funkció rendesen benne van. Igen, tehát nem mondanám azt, hogy Aldo Rossi volt vagy hogy maga a személye, hanem egyszerűen ő váltott ki belőlem, tehát ő indított el olyan gondolatokat, tehát nem formailag, nem építészeti megoldásait tekintve, hanem inkább az ő építészete indított el szerintem abba az irányba, hogy talán esetleg egyszer építésznek nevezhetem magam. Nagyon fontos, hogy ennyire nyitott vagy. Nem tudom, hogy ez hátrányodra szolgál-e, vagy előnyödre, de nálad ez egy nagyon fontos kérdés, úgy látom, hogy te állandóan kommunikálsz, te folyton fönt vagy a neten, téged ahányszor bekapcsolom a számítógépemet, mindig zöldnek látom a gombot, tehát te mindig valahogy kapcsolatban vagy a rendszerrel, úgymond, és blogozol, és fórumozol, és mindenütt valahogy megjelensz. Én azt szeretném tudni, hogy ez az építészeteddel és konkrétan a munkáddal kapcsolatos, és abban tudsz-e valamit, vagy abba tudsz-e valamit beforgatni ebből a nagy nyitottságodból, vagy egyáltalán csak ilyen vagy, és állandóan
netezel és szeretsz fönt lógni a neten? Be kell vallani őszintén, hogy hát én ilyen számítógépmániás vagyok. És hát engem megvert a sors azzal, hogy vannak, tehát türemkednek belőlem a különböző gondolatok, a különböző mémek, ki akarnak jönni, el akarják mondatni magukat, és hát egyszerűen kötelességemnek érzem azt, hogy ha ki akarnak jönni, akkor nyilvánvalóan minél több fórumon, minél több lehetőséget megragadjak arra, hogy ezeket elmondjam. Hát amit látom, valamelyik nap, egy napilap, egy országos napilapban idéztek téged, azt írták rólad, hogy szerinted a mostani építész társadalom nem tudja megvédeni a saját érdekeit, vagy legalábbis kellene, hogy jobban kialakítsa maga érdekképviseletét. És hát erről olvasok a blogodon, vagy a blogodban is, meg a fórumokon is, amikhez kapcsolódsz. Tehát valamiféle tevékeny módon akarsz, te úgy látom, egy kicsit változtatni itt az építész társadalom életén. Ezt hogyan gondolod? Szeretnék. Vagy valóban. Miért gondolod? Miért? Inkább ez a kérdésem. Miért kell ezen változtatni, ha kell? Hát úgy gondolom, hogy én ugyan nem szeretnék beállni abba a sorba, hogy itt világvége, minden rossz. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy minden menthetetlenül rossz, sőt, hát én úgy gondolom, hogy nem menthetetlen, még ami rossz is esetleg. De hát az ember, hogyha nyitott füllel jár kell a világban és beszélget kollégákkal, mindenkinek második mondatban már valamiféle problémával áll elő. Tehát valami nem, tehát csak nem jó ez a dolog, csak, és mindenkinek vannak megoldási javaslatai, mindenkinek vannak preferált... Mi a nem jó? Mi a nem jó? Fogalmazzuk már meg. A nem jó az, hogy nem használjuk ki azokat a meglévő lehetőségeinket sem. Mik azok a lehetőségek? Országos szinten? Ne kerülgessük a forrókását. Én hiszek abban, hogy a kamara az például egy olyan lehetőség, ami vagy egy olyan eszköz, vagy egy olyan szervezet, amiben lehetőség van, aminek haszna van. Én mindig úgy gondoltam, hogy volnának jobb lehetőségek, volnának lehetőségek, amiket ameddig nem használtunk ki, addig nem mondjuk a világra azt, hogy nem hozza elénk tálcán, mert nem hozza elénk. Meg kell harcolni érte, kicsi harcokat, nagyobb harcokat, meg kell találni, vagy meg kell tanulni a megfelelő eszközöknek a használatát. Tehát a hatékonyságot, stb. Hát körülbelül 15 évvel ezelőtt csináltam veled az első interjút, akkor meglehetősen radikálisnak tűntél, és majdnem pimaszul fiatalosan válaszolgattál a kérdéseimre. Hát most egy ugyancsak ugyanilyen radikális idősebb pasassal találkoztam most itt össze, úgyhogy én azt kívánom neked, hogy ezzel a lelkes és nagyon progresszív elképzeléseddel sok hasznot próbálj elhozni ennek a szakmának. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a meghívást!